A szálláson. Jó reggelt! Hát te meg honnan cseppettél ide, te gyerek? Kérdezte a bacsó. Igazában csak most ért magához Janó, s egyszerre eszébe jutott az otthona, meg minden, ami történt. A szülei bizonyosan keresik már. Haza kéne mennie. Csak hogy ő fél. Janó szörnyen fél az apja nadrág szíjától. Nem. Nem, a világért sem menne most haza. Úgy látom, hogy csak csellengsz itt, szólalt meg ismét a bacsó. Ha nincs mit csinálnod, segíthetnél a legeltetésben. Legalább egy pár napig, amíg meggyógyul a kis bojtárom. Magam vagyok, nem győzöm a munkát. Nem volna kedved hozzá? De bizony, már hogy ne volna, felelte Janó. A bacsó erre előhúzott a tarisznyájából egy darab kenyeret meg sajtot. Janó jó ízűen falatozni kezdett, hanem a jóféle harapnivalót megszimatolta a bacsó kutyája, Duncsó is. Azon nyomban faképnél hagyta a juhokat, s a bacsóhoz nyargalt. Morcosan nézett Janóra, morgott, kaffogott, az ínyét mutatta. Már-már belekapott a nadrágjába is, csak hogy Janó értette a módját, hogyan barátkozzon össze a kutyával. Letölt egy darabot a kenyeréből, meg a sajtból, s oda tartotta Duncsónak. Már is megszületett a barátság. Janó most már elindulhatott újdonsült pajtásával, Duncsóval a birkák után. Vidáman telt az idő. A kutya tanította Janót, hogyan ugorja át az árkot. Janó meg azt mutatta a kutyának, hová bújtak el az egerek. Volt öröm, hogy Duncsónak sikerült megfognia egy-egy szürke állatkát, míg a bárányok is odatódultak a nagy csaholásra. Janónak roppantól tetszett itt minden. Az idő repült, mintha szárnya volna, a nap egy-kettőre delelőre hágott, ekkor fölkerekedtek, s elindultak a szállásra, hogy elvégezzék a déli fejést. Janó vidáman fújta a bacsó furujáját, s a bárányok hangos csengettyű szóval kísérték. Ebéd után a bacsó sajtot készített, zsendicét főzött, aztán megint kimentek legeltetni. Jól eltelt a délután is, estére galuskát főzött a bacsó, s Janó segített neki. Úgy jól laktak, hogy a fülük is két felé állt, azután bent a kalibában nyugovóra tértek. Szinte észrevétlenül teltek múltak a napok. Janónak jól ment a sorsa a szálláson. Galuskát, kenyeret, sajtot evett. Zsendicét meg friss vizet ivott rá. Minden ízlett neki, szemlátomást meg is erősödött. Csak éppen aludni nemigen alhatott a bacsó szolgálatában. A vén számadó már pirkadatkor fölébresztette. Meg kellett fejni a juhokat, hogy aztán ideje korán kihajthassák őket a legelőre. Ráadásul a bacsó nem sokat teketóriázott Janóval, itt-ott a fülét is megtépázta már. De Janó így is elégedett volt, lassan az otthonát is elfeledte. Éttelt el az egész hét, felvíratta szombat. Délben azt mondja a bacsó Janónak. Ma eljönnek a gazdák a sajtjukért, délután itthon kell maradnom. Magad mész ki a birkákkal a legelőre. Janó elindult, kihajtotta a birkákat a hegyoldalba, azután leült egy nagy sziklában tátongó barlang elé. Innen jó szemmel tarthatta a nyájat. Duncsó Janó lábához feküdt, és legyeket fogdosott. De amint meglátta, hogy egyik-másik birka elkódorog a nyájtól, mindjárt visszaterelte. A bárányok szót fogadtak Duncsónak. Tudták, hogy nem ajánlatos magukra haragítani, mert Duncsó, ha elégedetlenséget tapasztalt, bizony megvadult. Nem egy birka viselte már a lábán éles fogai nyomát. Duncsó egyszerre felvakkantott, ugrott egy hatalmasat, s már hozta is Janónak a zsákmányát, egy apró vakondot. Janó ismerte a vakondot, tanult már róla az iskolában, s tudta, hogy hasznos állat. Ezért így intette Duncsót. A vakondot ne bánts, Duncsó, a vakond hasznos állat. Duncsó megszívlelte Janó szavát, tüstént elengedte az ártatlan jószágot. Azután kisgazdája mellé leheveredett, és hízlelkedve nyalogatta a lábát. Így kérlelte, hogy ne haragudjon meg rá. Janó megsimogatta a kutyát, s ismét szent volt a béke. Később Janó elővette a pásztorsípot, és belefújt. Csak hogy Duncsó is muzsikálni szeretett volna. Vonítani kezdett hát, amilyen szépen csak tellett tőle. Janó furójázott, Duncsó vonított.
A bárányok rázták a csengőjüket. Gyönyörű muzsika kerekedett ebből. Amint a vén mackó meghallotta, előbújt a barlangjából, és táncra perdült. Kár, hogy a medvetánc nem tartott sokáig. Jan a furulyázásban nem volt még nagymester, hát hamar elunta a dolgot. Abba hagyta a nótázást, Duncsó sem vonított többé, csak a bárányok csengettyűztek szüntelenül. Janónak úgy tetszett, mintha bölcsőben feküdnék, s valaki csörgőt rázna fölötte. Ó, és milyen meleg volt! Janóra iszonyú álmosság telepedett. A bárányok csengettyűztek, a madarak altatót daloltak. Janó elaludt. Duncsó csöndben maradt, nehogy felébressze Janót. Maga őrizte a juhokat, s vigyázta kis gazdája álmát. Eljött az este, Janó csak aludt tovább. Duncsó maga terelte be a juhokat a hegyoldalról a karámba. Amint a bacsó meglátta ezt, megkérdezte Duncsótól, hol maradt Janó. A kutya farkcsóválva elvezette a barlang elé, ahol Janó aludt. Hí, ezer mennykő, háborgott a számadó. Hát te így őrzi a pásztor anyáját? Janó ki sem törölhette szeméből az álmot, már is ott táncolt a hátán a bacsó fütyköse. Semmi szükség rá tovább a szálláson. Délután úgyis visszajött a bojtárom, meggyógyult. Mehetsz Isten hírével, holnap reggel indulsz.